A csapatok bevonulásával kezdődött a regionális kosárlabda diák olimpia elődöntő csütörtök délelőtt. A tanulásban akadályozott tanulók részére először a Bárci Gusztáv iskolában szerveztek megyei kosárlabda tornát 10 évvel ezelőtt. A megyei diáksport életéhez szervesen kapcsolódik a fogyatékkal élő sportolók közössége is, közölte Baracsi Endre köszöntőjében. Őket ugyanúgy kezeljük, mint az egészségeseket, és azt hiszem, hogy ez a helyes, és ez az egyetlen út, ami járható. Igyekszünk minden rendezvényen természetesen őket is megemlíteni, sőt, ugye a diátadónkba is, diátadónkat is együtt szoktuk megoldani, hogy mind az egészségesek, mind pedig a fogyatékosok egy rendezvény keretein belül kapják meg azokat az elismeréseket, amelyre úgy gondolom mindenkinek szüksége van. A mai rendezvény pedig azon túlmenően, hogy egy sportrendezvény és egy diák sportrendezvény ezen jóval túlmutat, hiszen lehetőséget biztosít a sportoláson túl arra is, hogy ők is valóban a saját közösségeiken belül olyan élményekkel bővítsék, olyan élményekkel gazdagítsák az életüket, amelyek azt hiszem, hogy az egészséges fejlődés, az egészséges növekedés szempontjából mindenképpen fontosak és szükségesek. A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége 5 éve rendez diákolimpiát, és azon belül kosárlabda tornát is. Minden megyében szerveznek külön versenyeket, majd régiós megmérettetést. Ennek Nyíregyháza már 4. alkalommal biztosít helyszínt. Idén 4 csapat Szabolcsból, 1 csapat Hajdúból és szintén 1 csapat Borsod megyéből érkezett az elődöntőre. Az elődöntő után 2 csapat vehet részt az országos döntőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elmúlt években mindig eredményesen szerepelt a végső megmérettetésen, főleg a nyírbátori Éltes Mátyás általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium csapata halmozta az érmeket. Ők első, második, harmadik helyezést mindig, minden évben hát elérték, és tényleg nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, hiszen ez az, amellett ugye, hogy csapatverseny, azért meg tudják mutatni egyénileg is magukat, hogy mire képesek, mert egy-egy kosárt, hogyha ugye elérnek, az nagy öröm számukra, és ez az iskolában, tehát az összetartó erőt, az egymásra való figyelés, a személyiségük hát fejlesztésében is nagyon-nagyon jó dolog. A sport a következő héten is nagy szerepet kap a Bárci Gusztáv iskolában. Január 31-én a regionális zsinórlabda diákolimpia elődöntőjét szervezik az intézményben.